két nagyon fontos dolog derült ki az elmúlt napokban. Prigozsinnak nagyon kicsi a kukija, Orbánnak meg nagyszerű a humora. Utóbbit onnan tudhatjuk, hogy a vezér egyre viccesebb TikTok videókat tölt fel. Orbán Viktor igazából nem miniszterelnöknek, hanem TikTok sztárnak született. Citromos fagyi az királyság, ha van mellé csoki fagyi. A hét legfontosabb híre a Telexen olvasható. Prigozsin kukija olyan icike-picike, hogy egészen közelről se látható szabad szemmel. A cikk ugyan nem ezt az információt emeli ki, ezt csak úgy megemlítik, pedig ez azért fontos. Jó, hogy ezt is megtudtuk. Ez sokat hozzátesz majd a történelmi ismereteinkhez. Akinek ugyanis nagyon kicsi a kukikája, az sokszor nagyon nagy dolgokat szeretne elérni. Lehet, hogy ezért növekszik most ilyen ütemben Kína befolyása. Mert hogy én úgy hallottam, hogy arrafelé sokaknak nagyon kicsi kukikájuk van. Hát lehet, hogy ugyanezért indította Putyin is ezt a háborút. Lehet, hogy ő sem elégedett a méreteivel. Ha ott lenn, nem lehetek nagy, legalább a birodalmam legyen óriási. Sőt, még az is lehetséges, hogy Donald Trump régi kampány szlogenjét is valójában úgy kell érteni, hogy Make my cookie great again. Úgy tűnik, hogy Prigozsinnak is ezért lehettek olyan nagy álmai. A kicsi kukihoz ugyanis gyakran hatalmas ambíciók tartoznak. Ez egy óriási motivációs erő. Akkora motivációs erő, hogy ha elég kicsi a kukid, előbb vagy utóbb el akarod foglalni Moszkvát. De mi van akkor, hogyha Moszkva élén egy olyan ember áll, akinek még a tiednél is kisebb a kukija? Hát akkor rájössz, hogy ehhez a feladathoz te nem vagy elég kicsi, és az utolsó pillanatban meggondolod magad. Próbáljunk meg az elmondottak fényében rátekinteni hazánkra. Magyarország egy kicsi ország, kicsi vezetővel, de annál nagyobb vágyakkal és egóval. Sajnos Orbán Viktor méreteiről még nincsenek pontos információink, de ha lennének, lehetséges, hogy sok mindent tisztábban látnánk. Ha bár kicsit kicsi, de ajándéklónak ne nézd a fogát. Annyi azonban bizonyos, hogy a mi vezérünknek hatalmas ambíciói vannak. Nem véletlen, hogy a hívei olyan pólót viselnek, amin az áll, hogy Orbán Viktor Európa vezetője. Az persze még mindig nem teljesen világos, hogy ezt miből számolták ki. Ha valakinek nagy az arca, meg nagy inflációt tud előidézni, az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy ő maga is nagy, vagy az országa, vagy a hatalma nagy. Hát Orbánnak persze nagyon nagy a hatalma, de csak a magyar határokon belül. Az Orosz Insider és a Telex cikke egyébként arról szól, hogy a Wagner vezér Szentpéterváron egy szállodában fizetett háremet tartott fenn, amiben meglepő módon nem 50 pluszos, hanem inkább 18 éves hölgyek voltak. Hát ezen most nagyon meglepődtünk, ugye? Nem így képzeltük. Prigozsin állítólag különösen szerette a szűzlányokat, akiknek hajlandó volt 200 ezer forintnyi rubelt is kifizetni egy kis rosszalkodásért. Hát azért ez legalább egy korrekt összeg. Prigozsin kuki mérete egyébként úgy derült ki, hogy az egyik érintett rossz lány elárulta az Insidernek. Elmesélte, hogy az oligarha a nagyon kicsi nemi szervének fitymájába fémgömböket is beültetett, ami a vezér szerint fokozta partneré élvezetét, illetve félelmetesebbnek gondolta tőle magát. Az is kiderült a cikkből, hogy azoknak a lányoknak, akik már nem szüzek, Prigozsin már csak 5000 rubelt, azaz 24 ezer forintot fizetett. Hát ennyien már a rosszlányok.hu-n is kapsz nőt. Ehhez nem kell oligarchának lenni. Hogy én ezt honnan tudom? Egy barátom mondta. Lehet, hogy tökéletesen meg lehetne jósolni a háború kimenetelét, hogyha pontosan tudnánk, hogy mik Putyin, Biden és Zelenszky méretei. Akinek kisebb van, az fog nyerni. Hiszen akinek kisebb van, az akarja majd jobban bizonyítani a világnak, hogy ő igenis nagyon nagy. A kiskukiú emberek amúgy mindig összetartanak. Van egyfajta szolidaritás köztük. Van egy közös pont. Egy nagyon picike pont, alig látható, de az legalább közös. Ezzel lehet magyarázni azt, hogy Prigozsin még nem esett ki az ablakon. Mindenki azt hitte, hogy egy ilyen akciót, amiben a Wagner vezér belekezdett, nem lehet érve megúszni, de hát senki se vette figyelembe a lényeget. Putyin együtt tud érezni azokkal, akiknek szintén nagyon kicsi a mérete. Úgy látszik, hogy az ilyen politikusokkal szeret barátkozni. Azonnal megvan a közös téma, a közös érdeklődés, ugyanazok a problémák gyötrik őket, leginkább az, hogy hogyan lehet nagyon kicsi kukival nagyon nagyra törni.
És hát van még a világban két meghatározó politikus, akiket lehet, hogy ugyanez köt össze. Biztos vagyok benne, ha Trump elnök úr lenne az elnök, ma semmilyen háború nem sújtaná Ukrajnát és Európát, térjen vissza elnök úr, és tegyen adjá ismét Amerikát, és hozzon nekünk békét. Let me also send my regards to Prime Minister Viktor Orbán, tremendous man, tremendous leader. Orbán Viktor és Donald Trump elfogadják egymást olyannak, amilyenek. Tisztelik egymás méreteit, és ezért mindenben támogatják is egymást. Ez a videó egyébként, amit láttatok, Orbán Viktor TikTok oldalán látható, ami már egy ideje megvan, de most mégis teljesen más, mint eddig. Orbán Viktor TikTokja most már nem pusztán egy újabb felület, ahová a vezér kiteszi azokat a videóit, amiket amúgy máshova is kitenne, meg ki is tesz, hanem kifejezetten itt válaszol a rajongói kérdésekre. Miért nem válaszol az Insta üzeneteimre, amiket írok? Azért nem válaszoltam, mert arra vártam, hogy majd a TikTokon válaszolok. 2 cent vagy 4 cent a főszerelnök úr? Először 2 cent, és az idő előre haladtával 4 cent. Ön szerint mikor fog a magyar válogatott újra világbajnokságon szerepelni? A következő világbajnokságon már ott kell lennünk. Tereti a citromos fagyit? Citromos fagyi az királyság, ha van mellé csoki fagyi. Mikor csicsented be utoljára? Ez olyan jól sikerült, hogy már magam sem emlékszem rá. Önnél meddig tart a macskajaj? Minél öregebb vagyok, annál tovább. Na hát erről van szó. Hát végre talált valamit Orbán Viktor, amiben valóban jó. De komolyan mondom, ebben a szerepben a vezér még nekem is szimpatikus. Olyan ember arca van. Itt most úgy tűnik, mintha jó fej lenne. Kimondottan jól áll neki a TikTok, és nem csak azért, mert kínai. Melyik a legjobb ország, amelyikben volt? A legjobb ország Erdély ország. Ezért vagyok most éppen itt. Sör vagy bor? Először sör, ne legyünk szomjasak, utána bor. Ki a főnök? Főnök az Szoboszlai. Fönt van TikTokon? Próbálkozom, megjöttem. Orbán Viktorról kiderült, hogy igazi TikTok sztárnak született. Lehet, hogy pályát tévesztett. Hiszen, mint láthatjuk, a kormányzásban nem igazán jó, olyat ő nem nagyon tud, ugyanakkor nagyon népszerű tud lenni, ami miatt sajnos kénytelenek vagyunk őt elviselni az ország élén. De mennyivel jobban járna mindenki, ha Orbán megmaradna a TikToknál, és hagyná a fenébe ezt a vezérkedést? Mindenki csinálja azt, amihez ért. Ez az igazi Orbán Viktor, akit most a TikTokon láthatunk. Itt felszabadult, laza, fiatalos, nem nyomasztja őt a hatalom terhe. Itt nem ő a főnök, hanem a Szoboszlai Dominik. Itt Orbán Viktor nem vezet be megszorításokat, nem hazudozik, és még csak nem is lop. Orbán Viktor, ahogy ő maga is mondta, valóban megjött, megérkezett. Megtalálta azt a pályát, ami neki való, ahol majd nagyon komoly sikereket érhet el, hogyha végre rájön, hogy az lenne a leghasznosabb mindenkinek, ha szépen kiszállna a politikából. Az az igazság, hogy meg lehet szépen is öregedni. Nem kötelező egy megfáradt, össze-vissza beszélő diktátorként bevonulni a történelembe. Na látod, Viktor, így érdemes Kínával szövetkezni. Hát ami Kínában jó, az nem az akkumulátorgyár, különösen nem ott, ahol emberek is laknak a környéken, hanem az a TikTok. Azért persze van még mit tanulni erről a platformról, hát most, hogy még az elején vagy a TikTokozásnak, Viktor, tökéletesen elég lesz ennyi, de azért később szívesen látnának majd a magyarok tőled egy kis tverkelést mondjuk. Rázd a segged, Viktor, legyél szexi! Add el magad a fiataloknak! Persze ne úgy csináld, ahogy a dekadens nyugati TikToker csajok, hanem olyan nemzeti módon. Tverkelj mondjuk ismerős arcokra, vagy a székely himnuszra. Hogy halad a regény, amin dolgozol? Ha? Növekszik? Nő már a papírrakás? Számtalan. Én jól szórakozok közben, így tudok én neked, intellektuálisan jól szórakozok, hogy beszéd lesz a belőle, az egy másik dolog. A humor egy nagyon fontos fegyver a politikában, és Orbán Viktornak meg a jobb oldalnak isteni a humora. Ezt bírom bennük. Ezért szeretek például Ferrát Ádámot nézni. Mi olyan vicces. Én nem csak a vezér szórakozott itt most jól, hanem én is. Jobban szakadtam ezen a videón, mint ahogy Erdély elszakadt az anyaországtól. Ellenzékre azért mégiscsak szükség van. Ja, úgy vagyunk velük, mint a sör habjával. Jó, ha van, de azért ne ronts el az ízét. Mondom, hogy van humora a miniszterelnök úrnak. Jaj, nagyon vicces. Azon viccelődik a doktor miniszterelnök úr, hogy még mindig van ellenzéke. Hát a sör se jó hab nélkül, úgyhogy legyen, megengedjük neki. Persze, bármikor el tudnánk intézni, hogy ne legyenek, de mivel mi habbal szeretjük a sört, ezért legyenek ők is ott. Hát most láthatjuk, hogy hogyan gondol Orbán Viktor arra a 2 millió emberre, akik az ellenzékre szavaztak. Ők is habok az ő sörén. Hát nem fogja azért kiköpni őket, de persze megtehetné.
Jó, ha van ellenzék, jó, ha vannak ellenzéki magyarok, de lehetőleg ne szóljanak bele semmibe, ne rontsák el a hatalom ízét, az olyan jó. Én a világért se szeretném elrontani Orbán Viktor sörét, úgyhogy inkább habozás nélkül be is fejezem ezt a videót. De még előtte megkérlek titeket, hogy iratkozzatok fel, léci a Dévvilág a csatornára, hogyha még nem vagytok feliratkozva, és nyomjátok meg a kis csengőt is, ha nem akartok lemaradni semmilyen videóról sem. De ami a legfontosabb, kövessétek Orbán Viktort a TikTokon, mert nagyon vicces videók vannak ott. A fideszesek nagyon viccesek, értik a humort. Orbán Viktor vidéki rókázása is nagyon vicces volt, ha még nem láttátok az erről szóló videómat, most bepótolhatjátok. Itt van alattam, úgyhogy kat ide. Találkozunk hamarosan a következő videóban. Pusz!